Kedves hallgatóink, következik a Verspercek. A stúdióban a műsorvezető Molnár Tibor. Helyezzék magukat kényelembe, és kellemes időtöltést is kívánunk. Tisztelt hallgatók, üdvözlöm Önöket nagyon-nagyon sok szeretettel. Az én nevem Molnár Tibor, ismerhetnek már engem a Presszó Kávé Tibivel című műsorból, a Regélő Múlt című műsorból, illetve a Mi folyik itt körülöttem című műsorból is. Ez a műsor egy teljesen nagy újdonság a Gömör és Nógrád Rádióban. E műsornak a címe Verspercek. Minden adásban különböző költők életéről fogunk beszélgetni, illetve verseiket fogjuk elemezni. Engedjék meg, hogy bemutassam Önöknek a mai adás alakját, ki a József Attila névvel élt közöttünk. József Attila 1905. április 11-én született Budapesten, Ferencvárosban. Köztudott, hogy április 11-én születésének évfordulóján minden évben a magyar költészet napja van. Magyar költő volt és a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb és legeredetibb alakja. Félarva munkásosztálybeli gyermekként ifjúsága tere volt lemondással és brutalitással. Felnőttként, a korszak egyik legkiválóbb költőjeként pedig szembesülnie kellett a meg nem értéssel és a politikai elnyomással. Öngyilkosságra utaló tragikus halálának pontos körülményeit azóta sem sikerült tisztázni. A Tiszta szívvel című versét fogjuk ma elemezni, engedjék meg, hogy elszavaljam. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset. 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek. Hát az ördög veszi meg. Tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök. Elfognak és felkötnek. Áldott földdel elfödnek. S halált hozó fűterem, gyönyörű szép szívemen. A Tiszta szívvel 1925-ben keletkezett, és József Attila harmadik Nincsen apám, se anyám című kötetében jelent meg 1929-ben. A vers első sora tehát megegyezik a kötet címével is. Ez József Attila egyik leghíresebb verse, amit szabad megegyeznem, legelőször ismertem meg az ő költeményei közül, és ezt szavaltam talán legelőször így egymagamban, amikor elkezdtem a szavaló karrierem. Az a bizonyos vers, amely miatt eltanácsolta a Szegedi Egyetemről Horger Antal tanár úr. Végül a költő önként távozott az egyetemről, és távozásának a professzorral való ellentét volt az oka, amely emiatt a vers miatt alakult ki közöttük. A professzor azért háborodott fel, mert a vers alapján erkölcstelennek tartotta a költő életeszméletét. Pedig ebben a versben éppen az a plána igazából, hogy nem arról szól, amiről szól. Egy vers nem azonos a szavak elsődleges jelentésével. Az egész átvitt értelmű, de nem egy gyilkos verse. Nem csak lázadás jelenik meg benne, hanem a kétségbe esett menekülés is. A vers műfaja a népdalokra emlékeztető panaszdal, hangulata nyomasztó és felzaklató. Igazából, hogyha ezt a verset olvasom, így rám is ad egy kicsit ez a nyomasztóság, ez a felzaklatottság, viszont én személy szerint ez az egyik olyan vers, amiben a legjobban tudom magam beleélni tulajdonképpen.
Igazából a hangneve kihívó és szemrehanyó, és egy lendületes, fiatalos versről van szó. Lazadó erő sugarzik belőle. Igazából ezt fontos megjegyezni, hogy József Attila csak 20 éves volt ekkor, amikor ez a költemény tulajdonképpen megszületett. Játékosság, lendület, dac, ellentmondás, provokáció van benne. Tehát, hogyha nézzük, akkor ha kell, embert is ölök. Tehát kifejezetten provokatív hangvételű ez a sor. Ha úgy vesszük, József Attila valóban embert ölt, egy embert ölt meg, aki ugye saját maga volt, az saját maga ölte meg József Attila. Témája József Attila veszélyeztetettsége. A nélkülözés anarchista hangulatot váltott ki nála, és ez megjeleníti a versben. A cím tulajdonképpen egy minőségjelzős szerkezet, amely a lírai én őszinteségét elszántsággal fejezi ki. Az a tiszta szívvel kettős tagolású vers anafora szerkezete van, tehát ugyanazzal a szóval kezdődő sorok, mint például a se Istenem, se hazam, és a többi ugye, ami sevel kezdődik. Tehát se bölcsőm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm, ugye itt értjük ez alatt. A versbeli ellentétek, tehát az első hatsor statikus, a második hatsor pedig sivaran drámai. Az első hatsor jelen idejű, a második hatsor pedig jövő idejű, és feltételes módot használ. Az az első hatsor tényeket rögzít, a féle alapot rajz, a második hatsor pedig a lírai én reakciója. Én személy szerint elmondom azt, hogy tulajdonképpen József Attila nekem az egyik személyes kedvencem. De ott ugye én szeretem Petőfi Sándort, szeretem Radnóti Miklóst, de József Attila az, akinek a verseit úgy nagyon-nagyon nagy komolysággal olvasom. És teljesen elvisz. Az összes többi költő versei is el tudnak engem vinni, és nagyon nagy komolysággal tudom olvasni az egészet, hiszem úgy is kell. Viszont József Attila egy kicsit kiemelkedőbb szerintem, tehát az én szemszögemből, mind közül. Tulajdonképpen nagyon szeretem, nagyon szerettem, amikor ugye tanultuk alapiskolán is, és középiskolán is József Attilát, és ez imádtam azokat az órákat, és tulajdonképpen örömmel tanultam meg azokat a jegyzeteket, amelyeket a tanárnő ugye feladott József Attilából. Ugye vannak diákok, vagy vannak fiatalok, akik csak annyit jegyeznek meg, hogy egy költő, vannak olyan fiatalok, akik csak annyit jegyeznek meg, hogy öngyilkos lett, vagy hogy kicsit ilyen depressziós hangvételekben írta a verseit. Viszont szerintem ez már valami, hogyha a fiatalok ennyit tudnak József Attilról. Az első adás itt már véget is ért, én búcsúzom önöktől, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak az első adást. Hamarosan találkozunk a második adással, ahol Petőfi Sándor lesz a téma, hogy melyik vers, azt még nem árulom el. Hát még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velem, jövő héten találkozunk ugyanekkor, ugyanitt, ugyanebben az időben. Én Molnár Tibor voltam, ez volt a Verspercek első adása, témaja volt József Attila és a tiszta szívvel. Ez pedig a Gömörés Nógrád Rádió. Viszont látásra, további jó időtöltést kívánok mindenkinek. Nincs se apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm. Egyszer minden beheged a húsba, a kín mi vágja a sebeket. Harmadnapja nem eszek, mert a stressz miatt bármit mi nyugtat, beveszek. Csak járom a tereket, a cipő meg kopik, úgy várom a meleget. Van ki nem kap eleget, én nem kaptam se sokat, se keveset. Nem látszom a radaron, keserűség váltotta le régen a haragot. Tessék, 20 esztendőm hatalom, mire 13, még pluszba az adagom. Se apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szenvedőm, se csókom, se szeretőm. Nincs se apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szenvedőm, se csókom, se szeretőm.
felkötnek, elnyomnak és ellöknek. Pedig áldom a földem, a legnagyobb bajban is oly gyönyörűen zöld el a hely, ahol annó felnőttem. De rajta halált hozó fűterem, a jövőm ide ültetem. Majd uralom, ölelem, nem lesz gond, hé, nyugalom, türelem. Kár fűtenem magam, mondják, Magyarország, miért csak a botrány jár haza hozzád? Itt mindenki, mindenki üldöz a maga módján, itt mindenki bűnös. Sem apám, se anyám, se istenem, se hazám, se bölcsőm, se szenvedőm, se csókom, se szeretőm. Sem apám, se anyám, se istenem, se hazám, se bölcsőm, se szenvedőm, se csókom, se szeretőm. Kiraktam, amit van, de nektek ingyen se kell. Unom már, hogy az éveim sorban így vesznek el. Úgy érzem, nem kapok esélyt se az úrtól. Közbe az ördög küzdöget, hogy letérjek az útról. Nem talál a boldogság, és jól elkerül a siker. Ne legyen már bűntudatom, ha elveszem, ami kell. Nem fogom magam vissza, bekoszolom a kezem, de a szívem az tiszta. Ha csak prédikálni akarsz, inkább ne beszélj. Lopás, csalás, rablás, minden belefér. Én nem várom meg, amíg minden lapom kipörög. Rohadjak meg, kitörök, ha kell embert is ölök. Ha kell embert is ölök. Se apám, se anyám, se istenem, se hazám, se